Az éveken át tartó bénultság után új lendületet kaphat az uniós bővítés ügye. A csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcs találkozón a tagországok jóváhagyhatják Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszát. Mindent megteszek azért, hogy a háború után az európai család részesei legyünk, mondta Ukrajna kormányfőhelyettese, Olga Stefanisaja. A kiszivárgott információk szerint Ukrajna és Moldova esetében is feltételeket támaszthat az EU a tagjelölti státuszhoz. Azonban az EU semmilyen időbeli kötelezettséget nem vállal, és a döntést vissza is vonhatják. Elemzők ugyanakkor elkésetnek látják az Európai Unió lépéseit. Ukrajnának már jóval korábban tagsági perspektívát kellett volna kapnia, hiszen ez a legerősebb eszköz a demokratizálás segítésére, mondta Frank Schimmer-Fenning elemző. Grúzia nem kapott tagjelölti ajánlást az Európai Bizottságtól, emiatt ott ezrek tüntettek a hétvégén az utcákon, és a Nyugat-Balkán országaiban is nagy a csalódottság. A Nyugat-Balkán országai sikertelenül próbáltak közeledni Európához az elmúlt évek alatt. Közülük néhány tagállam bízik abban, hogy Ukrajna lendülete az ő csatlakozásukat is segítheti, Szerbia azonban szkeptikus. Nem hagyhatják hátra a Nyugat-Balkánt azért, hogy másoknak kinyithassák az ajtót, függetlenül a politikai helyzettől ez nagy hiba lenne, mondta a szerb miniszterelnök Anna Brnovics. Szerbia már tárgyalásokat folytat az EU-val a csatlakozásról, de Belgrád elégedetlen a megbeszélések sebességével.